Beregszásznál érkezett meg Kárpátaljára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász 9 mikrobuszból álló konvoja. Valamennyi kis busz egy-egy adott településre juttatja el a segélyeket Kárpátalján. Amint egy 20 millió forint értékű adomány, többségében száraz élelmiszereket, takarókat, matracokat, játékokat tartalmaz. Az adományokat a Főegyházmegye gyűjtötte, és az önkéntesei juttatták célba a saját járműveikkel. Pont olyan adományokat hoztunk, amire szükség van, amit kértek az itteni helyi lakosok, és itt a plébániák, tehát az Esztergom Budapesti Főegyházmegye plébániájának tagjai, hívői adták ezeket az adományokat. Van, amit természetben hoztak, de van, amit pedig a pénzbeni adományokból vásároltunk, mert például tisztítószerre vagy tisztálkodási eszközöket annyit nem adtak, hanem azt mi vásároltuk meg, mert itt erre is szükség volt.